Nappal meleg van, éjszaka viszont itt vannak a mínuszok, a radiátorok hidegek, fáznak több belváros környéki társasházban. Ezzel a panasszal fordultak a lakók szerkesztőségünkhöz. Az ott élők közül többen azt sem értik, miért nem lehet néhány fokot emeltetni a szép hővel. A kérdéssel megkerestük a Szép Hő ZRT-t. Szauter Ákos vezérigazgató elmondta, hogy a távhőszolgáltatásban működő hőközpontok automata üzeme a külső hőmérsékleti viszonyokhoz alkalmazkodik. A fűtési időszakban, melegebb időjárás esetén, így a radiátoroknak közben csak kevés hőt adnak le. Mindig érdemes megnézni, hogy magában a helységben hideg van-e, nem önmagában a radiátort ellenőrizni. Természetesen ezt a szabályozást, ezt igény szerint mi állítjuk be, de azt, hogy milyen legyen, hány fokos legyen ez a víz, azt a társasházaknak a közössége tudja kérni a közös képviselőn, vagy pedig a lakásszövetkezeten keresztül. Tehát ennek a változtatására természetesen van lehetőség. Részünkről nincs annak akadálya, hogy magasabb hőmérsékletű víz legyen, tehát mi az energiával ott vagyunk a hőközpontokban, és azt át tudjuk adni, hogy amennyiben erre igény van. Szauter Ákos azt is elmondta, ennek van többletköltsége, hiszen minden energia, amit átadnak a háznak, az költséget jelent, de az nem sokszorosa a korábbi díjnak. A lakók között ugyanis elterjedt az az információ, hogy ez ötszörös díjat jelenthet majd a fűtési számláikban. A vezérigazgató ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy 1-2-3 fokos előremenő vízhőmérséklet emelés az nem okozhat ilyen mértékű többletköltséget. Amennyiben a lakóközösség tehát úgy ítéli meg, hogy a fűtés nem megfelelő, abban az esetben változtatási igényüket jelezhetik a közös képviselőnél, akik a fűtési görbe módosítása miatt felveszik a kapcsolatot a Szép Hő ZRT-vel. Megkerestük a Székesfehérvári egyes számú lakás fenntartó szövetkezetet is. Farkas Béla ügyvezető válaszolt arra, hogy milyen fűtési protokollt alkalmaznak. Nagyon sokon múlik az, hogy valaki a lakásába fázik, vagy nem fázik. A fűtési rendszer mindenütt szabályosan működik, a Szép Hő nagyon rugalmasan áll hozzá, bármi problémát, hibát jelentünk, azonnal lépnek rá. Ami nagyobb probléma az, hogy mi a fűtési előremenő hőmérséklethez csak úgy tudunk hozzányúlni, beleavatkozni, hogyha lakás tulajdonosoknak a kétharmad része hőmérsékletváltozást kér, különben mi nem nyúlunk hozzá, a viták elkerülése véget. Farkas Béla szerint a fűtési időszakban továbbra is gondot okoz, hogy sokan még mindig csőről fűtenek. Az ügyvezető arról is beszélt, hogy minden épületnek saját hőközpontja van, a hőmennyiséget pedig az adott épületnél veszik át, ezt követően az átvett hőmennyiség után fizetnek a lakók. Farkas Béla kérdésünkre elmondta, hogy a lakásszövetkezet működési területéről nincs tudomása, hogy bárki is jelezte volna, hogy emeljék ezt a fűtési hőmérsékletet. Amennyiben érkezik ilyen jelzés, intézkednek.